A Bolyai János Általános Iskola második és harmadik osztályos diákjai az elmúlt napokban több versenyen is kimagasló eredményt értek el. Az egyik nagy tankönyvkiadó, Barátaink az Állatok című vetélkedőjén is szépen szerepeltek, és kitűnő eredményeket értek el az egyik magyarországi pénzintézet már sokadik alkalommal meghirdetett versenyén. Egy elődöntő után sikerült beszavazódnunk ebbe az elődöntőbe, vagy régiós döntőbe, és 5 fiúval vettünk részt a versenyen, és reméltük, hogy ott jó eredményt érünk el, ami azt gondolom, hogy sikerült is, bár elsők nem lettünk, de az eredmény mégis szép volt így első neki futásra. Volt olyan, hogy össze kellett számolni, hogy mennyibe került a családnak a reggelie, az activity is volt, aztán még össze kellett raktunk egy mesét, nekünk a zseppénz, másoknak pedig más feladatot el kellett utalgatni. Kitalálós is volt, szerintem az volt a legjobb, meg rajzolni is kellett egy táblára. Másodikosaink tavaly már részt vettek ebben a bankos vetélkedőben újra. Egész ügyesen szerepeltek idén is. Ezen kívül pedig csapatos versenyek mennek még. Többek között az Apácai kiadónak az országos versenyre jutottunk el. Ezen kívül egyéni versenyzőink is vannak mindenféle tantárgyakból. Tehát azt mondhatom, hogy a gyerekek egyénileg is, meg csapatosan is nagyon ügyesen dolgoznak. Volt egy kirakós, ki kellett rakni, aztán el kellett magyarázni, hogy mit raktunk ki. Meg volt olyan, hogy volt egy kisegér, annak volt a ruháján gomb, és meg kellett számolni, meg volt adva, hol hány gomb volt, és meg kellett számolnunk, hogy akkor melyik a jó válasz. Az Apácai kiadó versenye, az 3 beküldős forduló után juthattunk el egyáltalán az országos verseny döntőjére. Ott matematika, magyar, rajz, ének, tehát teljesen komplex, minden tantárgyat átölelő verseny volt. Az országos döntő a csapatversenyben, a komplex csapatversenyben lezárult. Az egyéni versengésben meg még nem tudjuk, hogy kik jutottak az országos döntőbe, annak most várjuk az eredményeit. A komplex eredménye a csapatosban 3. lettünk országos döntőben. Az állatokról szóltak a feladatok, volt benne keresztrejtmény, de most ez a feladatlap kicsit a krokodilokról szólt. De volt egy olyan fölismerős feladat, hogy össze voltak keveredve a betűk, és ki kellett rakni egy krokodilfajnak a nevét. De az egyiket nem találtuk ki, az pedig a rombosz krokodil volt. Volt még nírusi, páncélos és mocsári. A feladatok részben a tankönyv kiadó könyveire épültek matematika, irodalom, nyelvtan, környezet, ének és rajztantárgyakból. A 3. helyezett csapat lelkes kisdiákjai az elismerő oklevél mellett 40 000 forint értékű könyvcsomagot is kaptak, és külön megköszönték és jutalmazták a felkészítő tanárnő Géber Nóra munkáját.